Folyamatosan emelkedik a németországi árvíz áldozatainak száma. Az éjszaka átszakadt egy folyó gátja, 700 embert kellett kiköltöztetni. Az orvosi és a szakdolgozói kamara is üdvözli az egészségügyi dolgozók kötelező oltását, a regisztráltakat a hétvégén is oltják. Csak nem 400 altisztet esküt a hősök terén, ők jelentik az összekötő kapcsolat a tisztek és a legénység között. És egyre több helyen lehet már hazai dinnyét kapni, a termelők nem panaszkodnak az idei termésre, jó ízűek a magyar dinnyék. Ez a híradó 7:30-kor az M1-en, Kontra György vagyok, jó estét kívánok! Már több mint 160 halottja van a Nyugat-Európában pusztító áradásoknak. Németországban legkevesebb 143-an vesztették életüket, és félő, hogy ez a szám még tovább nő, mert több száz embert még mindig nem találnak. A napokig tartó heves esőzések a német-holland-belga-luxemburgi határvidéket érintették elsősorban. A legsúlyosabban talán Németország három tartományát. Mindjárt láthatják Észak-Rajna-Vesztfáliát, Rajna-vidék, Pfalzot és a Szárvidéket, tehát ezt a nyugati sávot érintették a leginkább Németországban. Több folyó is kilépett a medréből, a villámáradások egész településeket mostak el. A helyzet elképesztően súlyos, ráadásul mindez Németország és egész Európa egyik legfejlettebb vidékén történt. Itt most csak néhány települést láthatnak kiemelve, amelyek érintettek az áradásokban, illetve a villámárvizekben, de ennél jóval több településről van szó. A katasztrófa kiterjedését jól mutatja, hogy észak-déli irányban nagyjából 200-250 kilométeres sávot érintett az ítéletidő, de nyugat-keleti irányban is nagy területről van szó. Láthatják, a brüsszeli régiótól egészen a Dortmund-Bonn vonalig jelentettek árvizeket. Több mint 700 embert evakuáltak szombatra virradó éjjel az észak-rajna-vesztfáliai Vastenberg településen, miután a Ruhr folyó egyik gátja átszakadt. A hatóságok attól tartottak, hogy a településen is házakat sodor majd el a víz. Ezek a felvételek már szombaton napközben készültek a városban. A homokzsákokból épített falak sok otthont megvédtek. A víz többnyire pincéket, alaksorokat öntött el. Szerencsére nálunk egyetlen ház sem omlott össze, mint más városokban, mondta a város polgármestere. Nagyjából 100 kilométerrel arrébb, a Rajna-vidék Pfalz tartománybeli Arweiler járásban viszont hatalmas pusztítást hagyott maga után a villámár. A környék háborús övezetre hasonlít. Mindenfelé törmelékek hevernek, ameddig a szem ellát. A hatóságok szerint a járásban több mint 1300-an tűntek el. Az egész olyan hihetetlen, egyszer csak meghallottam azt a furcsa hangot, kinyitottam a bejárati ajtót, de akkor már mindenhonnan ömlött a víz. Csak a fiam segítségével tudtam visszazárni az ajtót, de hiába, mert a víz csak zúdult. Nagyon sokan meghaltak, és rengeteg embert keresnek még, ez egy borzalmas tragédia, mondta az egyik túlélő. A napokig tartó heves esőzések miatt több folyó is kilépett a medréből. Németországban Rajna-vidék, Pfalz, Észak-Rajna-Vesztfália és Szárvidék tartományokban a legsúlyosabb a helyzet. A víz utakat, hidakat, házakat mosott el. Több ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Sok helyen nem működnek a telefonok, és még mindig több mint 100 000 ember van áram nélkül. Semmilyen figyelmeztetést nem kaptunk, mindössze 10-15 percünk volt. Amikor itt hagytam a lakásomat, a víz már a térdemig ért. Esélyem sem volt semmit megmenteni, csak fogtam a gyógyszereimet és a papírjaimat, mondta egy másik túlélő. Trier városában is hatalmas károkat okozott a villámáradat. A víztömeg mindent elsodort, ami az útjába került. Alig bírom ki, hogy ne sírjak. Mindent olyan szépen megcsináltunk, és most az egész oda van. Nagy részét újra kell majd építeni, nagyon fájdalmas ez, panaszkodott egy trieri nő. A károk nagyságát egyelőre felbecsülni sem lehet, mert még most is hatalmas területek vannak víz alatt. A környéken élők pedig még nem lélegezhetnek fel. A meteorológusok szerint ugyanis a ciklon, ami az áradásokat okozta, még napokig a térség felett kering majd, vagyis újabb heves esőzésekre lehet még számítani Németországban.
És még maradunk Németországnál, az egyik legnagyobb pusztítást Erfstadt városában okozta az árvíz. A helyszínen ott van az M1 berlini tudósítója, Noll Katalin. Katalin, ugye folyamatosan emelkedik sajnos az áldozatok száma, és még mindig nagyon sok az eltűnt. Hogyan haladnak a német hatóságok a mentéssel? Erfstadt határában vagyunk, itt a Rotbach nevű patak folyik, és kollégám talán meg tudja mutatni a kamerával, két nappal a katasztrófa után még mindig magas a pataknak a vízszintje, és adásunk előtt konvojokban haladtak el a tűzoltóautók, emelkedett egyébként a tűzoltó áldozatok száma is, négyen vesztették életüket, és Eiskirchennél gátszakadás veszélye fenyeget, itt továbbra is kérdéses, hogy ki kell telepíteni a lakosságot, valóban 140 fölé emelkedett, 143-ra nőtt a halálos áldozatok száma, és több száz embert keresnek. Rajna-Vidékfalc tartományban például Árweiler járásban megnövelték azoknak a mentő helikoptereknek a számát, amelyekkel a rendőrség az eltűnteket keresi. Katalin, mit mondanak az emberek, akikkel tudtál beszélni, ők hogyan élték meg az elmúlt órákat, napokat? Nem tudom, hallasz-e bennünket, Katalin, hogy sikerült-e beszélned emberekkel, és hogyha igen, ők mit mondanak, hogyan élték meg az elmúlt órákat? Én attól tartok, hogy a kapcsolat megszakadt Noll Katalinnal. Most megyünk tovább minden esetre. Az M1-nek sikerült elérnie több Németországban élő magyart. Ők is azt mondták, hogy katasztrofális a helyzet. A települések egy részén szinte teljesen megszűnt az infrastruktúra. Nincs vagy akadozik a gáz, víz és áramellátás, illetve a telefonszolgáltatás. Összedőlt házak, megáradt patakok, vízben álló utcák. Így néz ki most Németország egyik árvíz sújtotta települése, Bitburg. Itt is hatalmas károkat okozott az áradás. Több ház összedőlt vagy súlyosan megsérült, amelyekből most próbálják kihozni az éppen maradt bútorokat. Folyamatos a helyreállítás, a károsultaknak pedig mindenki próbál valahogyan segíteni. Sok helyen még most sem működnek a telefonok, és még mindig több mint 100 000 ember van áram nélkül. Az M1-nek sikerült elérni egy Németországban élő magyar nőt, aki a jelenleg is látható felvételeket készítette. Rengeteg kár van. Rengeteg kárt okozott ez az áradás. Házak mentek tönkre, autók, állatok pusztultak el, kórházakat kellett evakuálni, utcákat tettünk rá, utakat, vasútállomásokat, nem is járnak a vonatok, mert teljesen vízben állnak a sínek jelenleg, templomokat árasztott el. Hasonló a helyzet Bad Neuenahr-ban. A három napig folyamatosan szakadó eső után csütörtökön az Ár folyó menti településeket percek alatt másfél méteres víz öntötte el. Az erős áramlás autókat sodort a házakba, feltörte az aszfaltot, egyes városrészek pedig teljesen víz alá kerültek, számolt be a helyzetről egy itt élő magyar család. A helyzet jelenleg katasztrofális. A környező települések infrastruktúrája teljesen megszűnt. A víz, a gáz, az áram, a telefonszolgáltatás még mindig akadozik. A rendőrség, a katonasság, a tűzoltók, a mentők hatalmas létszámmal vonultak az ország egész területéről a helyszínre, több száz autóval, több ezres létszámmal. Jelenleg néhány kórház kiürítése is folyik még, a betegeket átszállítják a környező települések kórházaiba. Az elöntött településeken mindenki arra számít, hogy a helyreállítás még hónapokig el fog tartani. Ahogy tehát hallhatták, a mobil, illetve internet szolgáltatás akadozik Németországban. Noll Katalinnal is többször megszakadt a kapcsolat a mai nap folyamán, de most újra itt van velünk. Katalin, az volt az imént a kérdés hozzád, hogy ugye tudtál beszélni emberekkel, helyiekkel, ők mit mondtak neked, hogyan élték meg az elmúlt órákat, napokat? Továbbra is drámai a helyzet itt Erfstadtban. Az emberek arról számoltak be, illetőleg erről meg is győződhettünk, hogy folyamatosan hordják ki a házakból a totálkárossá vált tárgyakat, és folyamatosan dolgoznak a szivattyúk, a vizet, a sarat
tulajdonképpen pumpálják ki a házakból. Itt tulajdonképpen emberi sorsokról, tragédiákról van szó, hiszen egy életmunkája az, ami tönkre mehet. Egy férfi például elmondta, hogy nemrég költöztek be a frissen felújított házukba, és az épület gyakorlatilag lakhatatlanná vált, egy másik család pedig a nyaralásból hazatérve tapasztalta, hogy totál károssá, lakhatatlanná vált a házuk, és ezzel együtt a felelősök keresése is egyre inkább folyamatban van. A Mózel és az Ár között például a katasztrófa védőket bírálják, mivel az onnan érkező hírek szerint nem értesítették a lakosságot, nem figyelmeztették őket, a szirénák némák voltak akkor, amikor az áradás már elöntötte a településeket. A katasztrófa védők, a tartományok, illetőleg a települések vezetőire hárítják a felelősséget, tehát a felelősök keresése folyamatban van. Noll Katalinnak, Erfstadtból, Németországból nagyon szépen köszönjük. És maradunk a témánál, a szomszédos Belgiumban és Hollandiában is súlyos károkat okozott az áradás. A belga miniszterelnök nemzeti gyásznapot hirdetett, miután 27-re emelkedett az áldozatok száma. A holland kormányfő országos katasztrófa helyzetet rendelt el, a csatornákkal telesződött országban sok helyen megrongálódott a gátrendszer, ezért még tegnap is ezreket kellett kitelepíteni otthonaikból. Szinte egyetlen épület sem maradt éppen a belgiumi Pepinsterben. A város még a II. Világháborút is átvészelte, most azonban romokban hever. Az emberek próbálják menteni a menthetőt, és bemerészkedtek az omladozó épületekbe, hogy kihozzák az értékeiket. A belga királyi pár is felkereste a katasztrófa sújtotta városkát. Fülöp királynak és Matild királynénak sokan azt mondták, mindenüket elvesztették. A házunk még menthető, de három autónkat elsodorta a víz, panaszolta egy fiatal nő. A pusztítás minden képzeletet felülmúlt, az áldozatok száma folyamatosan emelkedik, a szombati adatok szerint megközelítette a 30-at, de csak nem 20 embert még eltűntként tartanak nyilván. A belga miniszterelnök kedre nemzeti gyásznapot hirdetett. Emberek tízezreit kellett evakuálni, települések tucatjain szűnt meg az áram és vízellátás. A vasúthálózatban is komoly károk keletkeztek. Van olyan vonal, ahol csak augusztusban állhat helyre a közlekedés. A szomszédos Hollandiát is térdre kényszerítette az áradás. Van olyan település, ahonnan még pénteken is ezreket evakuáltak, mert átszakadt egy gát. A várost lezárták a hatóságok, még a rokonaik segítségére siető lakosokat sem engedték át a kordonokon. Édesanyámhoz mennék segíteni, de nem engednek be. Olyan ez az egész, mint egy horrorfilm, mondta egy nő. Katonák és önkéntesek tízezrei vesznek részt a gátépítésben. Az országot átszövő csatornahálózat ugyanis sok helyen kezdi megadni magát. A holland hatóságok elővigyázatosságból tízezreket evakuáltak otthonaikból. Mark Rutte miniszterelnök, miután elrendelte az országos katasztrófa helyzetet, személyesen kereste fel az elárasztott területeket. Azt mondta, a természeti csapás pokoli helyzetet teremtett, de az összefogás reménykeltő. Hihetetlen, hogy ilyen széles lett a folyó. Limburgtól délre még nem tetőzött a víz szint, pokoli a helyzet délen. Igazán megrendültem. Beszéltem ugyanakkor a mentésben résztvevőkkel, és lenyűgöz, ahogy az emberek összefognak és segítenek egymásnak, mondta a holland kormányfő. Luxemburgban is ezreknek kellett elhagyniuk otthonukat az áradások miatt. Noha az időjárási helyzet már javult az országban, több folyó is kiöntéssel fenyeget, és a földcsuszamlások kockázata is magas. Itthon továbbra is zivatarokra és felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Az egész országban első vagy másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Az éjszaka megint többfelé voltak viharok. A Bács-Kiskun megyei Kunfehérton például alig másfél óra alatt annyi eső esett, mint máskor egy hónap alatt. A víz ellepte az utcákat, kerteket öntött el, garázsokba, pincékbe folyt be. A település bekötő útjánál pedig egy autó megcsúszott, majd az árokba hajtott. Most pedig nézzük akkor a járványhíreket itthonról, illetve Európából. Itthon az orvosi kamara és az egészségügyi szakdolgozói kamara is támogatja az egészségügyi dolgozók kötelező koronavírus elleni oltását. Azt írták, jelenleg ez az intézkedés biztosíthatja a betegek és a kollégák védelmét. Közben az oltás a hétvégén is folytatódik, a regisztráltaknak folyamatosan adják be a vakcinákat. Augusztustól pedig Európában elsőként lehetőség lesz harmadik oltásra is.
Egymást váltották az oltásra érkezők Pécsett. Most leginkább a fiatalok jönnek, többségük már a második dózisért. A szülők azt mondják, nem volt kérdés, hogy beoltassák-e a gyermekeiket. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy védett legyen ez ellen a vírus ellen, mint hogyha esetleg elkapja és komolyabb következményei lesznek hosszú távon. Úgyhogy őt is, meg van még egy ilyen korosztályú gyerekem, beoltattuk. Továbbra is többféle vakcina közül lehet választani. Az oltóközpont vezetője az amelynek azt mondta, létfontosságú, hogy mindenki mindkét adagot megkapja. Az én lányom is a jövő héten fogja a második dózisát megkapni. És ugye nagyon örül ilyenkor az egészségügyben dolgozó szülő, hogy átment az üzenet, és tudja azt, hogy nem elég a vakcinából az első dózist fölvenni, hanem ahhoz is, hogy ez számtalan tanulmány bizonyítja, hogy a megfelelő és szükséges védőhatást elérjük, az mind a két dózisnak az előírat szerinti felvételre szükség van. Augusztus 1-től pedig a kormány Európában elsőként lehetővé teszi a harmadik oltás felvételét is. Ehhez bőséges mennyiségű vakcina áll rendelkezésre, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban. Mindenki keresse föl, úgy, ahogy eddig is időpontkérés után azt az oltóhelyet, lehet a házi orvos is, vagy egy oltópont, ahol megkapta a korábbi oltásokat, az orvos ott eldönti, hogy 4 hónap hiány is beadja az oltást, vagy nem. A miniszterelnök hozzátette, Magyarország még mindig az egyik legbiztonságosabb ország átoltottság tekintetében Európában. Orbán Viktor a pénteki rádió interjújában arról is beszélt, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz a koronavírus elleni oltás. A Magyar Orvosi Kamara fontosnak tartja ezt, és üdvözli a kezdeményezést. Egyrészt az orvosoknak erkölcsi kötelessége oltáspártinak lenni, és jó példával előjárni és beoltatni magukat. Másrészt az orvosi munkakör egy kifejezetten veszélyeztetett munkakör, tehát mint munkavállalói védelem is megilleti, illetve kötelezővé teszi sok szakmában a védőoltásokat, ahol veszély van. És hát harmadik, hogy felelősek vagyunk a betegeinkért. Ezért támogatja a kormány kezdeményezését az egészségügyi szakdolgozói kamara is. Úgy vélik, a legfőbb erkölcsi törvény a beteg érdeke. Az őszi és a tavaszi szakaszban nagyon sok kollégánk volt érintett a megbetegedések tekintetében, és azt gondoljuk, hogy ezzel a döntéssel nem csak a kollégáinkat védjük, hanem a legfőbb értékét, az ellátásunknak, a beteg embert, akit nem tudunk megfertőzni ezáltal. Már az egészségügyi dolgozók átoltottsága jóval magasabb a lakosságénál, a teljestől még messze van. Európa több országában, így Franciaországban és az Egyesült Királyságban is tervben van az oltás kötelezővé tétele az egészségügyben. Újabb 200 ezer adag Pfizer vakcinát adott kölcsön Magyarország Csehországnak. A szállítmányt a prágai magyar nagykövet adta át Andrej Babis cseh miniszterelnöknek, aki az átadáskor megköszönte a magyar kormány újabb segítségét. Csehország csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltóanyagokat használja, és vakcina hiánnyal küzd. Andrej Babis ezért többször is kért már segítséget Magyarországtól. Csehország az uniós vakcina elosztáson túl már mintegy 300 ezer adag vakcinát kapott eddig Magyarországtól és több más szomszédos országtól. Romlik a járványhelyzet Horvátországban. Az előző héthez képest csaknem ötödével nőtt az új fertőzöttek száma. Ezért az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ csütörtökön a sárga színnel jelölt kockázatosabb térségek közé sorolta a horvát tengerpartot. A zágrábi hatóságok szigorú ellenőrzést ígérnek, a kormány pedig igyekszik felpörgetni az oltási kampányt. A helyi turisztikai szervezetek pedig attól tartanak, hogy a vírus terjedése miatt idő előtt vége szakad a szezon. Türelmesen arra szólnak az autósok a letenyei határátkelőnél. Ez az egyik legforgalmasabb útvonal a napfényes horvát tengerpart felé. A kocsisorokban szép számmal vannak magyar rendszámú járművek. A felmérések szerint a magyarok körében idén-nyáron is Horvátország az egyik legnépszerűbb külföldi úticél, és ezen a koronavírus járvány sem változtatott. Az Isztriára utazunk, de be vagyunk oltva mindannyian két oltással, úgyhogy nem tartunk attól, hogy bármi probléma lenne. A horvát turisztikai minisztérium már februárban a biztonságos nyaralás ígéretével csábította a turistákat az Adriára. Horvátországban a GDP több mint ötödét a turizmus adja, így a másfél éve húzódó járványhelyzet igencsak megviselte a gazdaságot. A zágrábi kormány azt reméli, hogy a tavalyi szűk esztendő után idén a turizmusból származó bevételek elérik a pandémia előtti szint 70%-át.
Ám ez könnyen meghiúsulhat, miután egy hét alatt csaknem ötödével nőtt az új fertőzöttek száma az országban. Ezért az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ csütörtökön a sárga színnel jelölt, kockázatosabb régiók közé sorolta a horvát tengerpartot. Rendkívül elszomorít, hogy épp most kerültünk át a kockázatosabb sárga zónába, de a számok nem hazudnak. Ezért ezt akár egyfajta intőjelnek is vehetjük. El kell gondolkoznunk azon, hogyan kaphatjuk vissza a biztonságos zöld besorolást, csak a megfelelő járványügyi intézkedésekkel és felelős magatartással tudjuk ellenőrzés alatt tartani a helyzetet, jelentette ki a horvát turisztikai és sportminiszter. A közegészségügyi hatóság adatai szerint az elmúlt héten csaknem kétszer annyi új fertőzöttet vettek nyilvántartásba, mint tavaly ilyenkor. A vírus elsősorban az ellenőrizetlen, tömeges összejöveteleken terjed. A helyi turisztikai ügynökségek közös nyilatkozatban szorgalmazzák, hogy a hatóságok ellenőrizzék szigorúbban a járványügyi előírások betartását, és büntessék meg a szabályszegőket. Ha a helyzet tovább romlik, a súlyosan fertőzött régiók listájára kerülünk, és a szezon a nyár kellős közepén véget ér, figyelmeztetnek a szakmai szervezetek. Ráadásul Horvátországban is megtorpant az oltási kampány. Jelenleg a felnőtt lakosság 39%-a kapta meg a vakcina mindkét adagját, ez édes kevés. Európa szerte terjed a korábbinál jóval fertőzőbb delta variáns, amely augusztusra az egész kontinensen uralkodóvá fog válni. Láthatjuk, hogy ahol magasabb az átoltottság, jóval kevesebb fertőzött kerül kórházba, ezért a védőoltás felvétele döntően fontos mindenki számára, mondta a horvát kormányfő, aki szerint különösen aggasztó, hogy épp a tengerparti régiókban oltatják be magukat a legkevesebben. A horvát kormány egyelőre nem tervezi kötelezővé tenni a védőoltást. Az ugyanakkor már korábban felmerült, hogy a vendéglátásban dolgozók csak úgy vállalhassanak munkát a tengerparton, ha mindkét oltásuk megvan. Az egész világra veszélyt jelent az angliai korlátozások feloldása. Ezt állítja 1200 brit tudós, akik levélben kérik a londoni kormányt, hogy halassza el a hétfőre tervezett újranyitást. A hét elején jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök, hogy hétfőtől gyakorlatilag az összes járványügyi korlátozást megszüntetik. Ez már az elhalasztott újranyitás lesz, mert hetekkel korábban egyszer már halasztottak a nyitáson a fertőzés számok megugrása miatt. A kutatók szerint a delta variáns megjelenése után újabb drámai járványhullámot indíthat el a jövő heti nyitás. Írországban is folyamatosan romlik a járványhelyzet. Napról napra egyre több az új fertőzött. Utoljára februárban, még az előző járványhullám idején volt ilyen magas az esetszám. Az íreknél is a delta vírus variáns okozza a járvány gyors terjedését. Közben az oltással próbálnak itt is minél több embert immunizálni. Jelenleg a 40 év alattiak kapják meg a vakcinákat. Dublinból Horváth Judit jelentkezett. Az átoltottak jóval kisebb arányban kerülnek súlyos állapotba, nagyon kevesen kerülnek közülük kórházba, és hát a probléma, illetve az új veszélyeztetetti kör, az tulajdonképpen azokat jelenti, akik nincsenek beoltva. Elkerülendő a súlyos helyzetet, a szakemberek azt mondják, hogy minél több embert be kell oltani. Ezzel egyébként Írország az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben most már viszonylag jól áll. Ismét éjszakai kijárási tilalom van Katalóniában, Spanyolországban. Szombattól egy hétig éjjel 1 és reggel 6 óra között csak nyomós indokkal hagyhatják el az otthonaikat az emberek, például, hogyha dolgozni mennek. A katalán vezetés szerint a delta variáns miatt van szükség a szigorításra. A fertőzés főként a fiatalok körében terjed. A rendőrök oszlatták szét az utcákon iszogató fiatalokat Barcelonában szombatra virradóra, miután életbe lépett az újabb korlátozás. A bulizók közül azonban sokan nem hazamentek, hanem a tengerparton folytatták tovább a szórakozást. Fittyet hánytak a távolságtartásra és a maszkviselésre is. Katalóniában szombattól egy hétig ismét éjszakai kijárási tilalom van az 5000 fő feletti városokban. Ez 158 települést érint, köztük a régió fővárosát is. Éjjel 1 és reggel 6 között csak nyomós indokkal hagyhatják el a lakók az otthonaikat, például ha dolgozni mennek. Az éttermeknek és a bároknak már csütörtöktől előbb kell zárniuk a szokásosnál, és éjjel 00:30-ig fogadhatnak vendégeket.
El kell fogadnunk a helyzetet, és türelmesnek kell lennünk. Bíznunk kell abban, hogy hamarosan minden jobb lesz. De őszintén szólva szerintem azzal nem oldódik meg semmi, ha kijárási korlátozást vezetnek be, vagy be kell előbb zárniuk az éttermeknek és a diszkóknak. Ha bezárják a nightclubokat, akkor az emberek otthon iszogatnak tovább. Ettől az intézkedéstől nem lesz kevesebb fertőzött, mondta egy barcelonai étterem menedzsere. Az újabb szigorításra a katalán vezetés szerint azért volt szükség, mert a delta variáns, amely főként a fiatalok körében terjed, egyre több megbetegedést okoz. Katalóniában pénteken rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak, több mint 9400 embernél mutatták ki a koronavírust. Több mint 1300 embert kezelnek jelenleg kórházban a fertőzés miatt. Ez a szám kétszer annyi, mint egy hete volt. Azt hiszem, túl gyors volt a nyitás, a kormány túlságosan is pozitívan értékelte a helyzetet. A dolgok jól mentek, az emberek beoltatták magukat, de a fiatalok nem. Elindultak a nagy koncertek és a tömegrendezvények, és aztán egyre több fertőzött lett. És most újra szigorítani kell. Talán, ha fokozatosan történt volna a lazítás, most nem kellene hátralépnünk egyet, mondta egy helyi. Katalóniában több mint 826 ezer embernél mutatták ki a koronavírust a járvány kezdete óta, és több mint 22 ezeren haltak bele a betegség szövődményeibe. Majdnem minden tizedik újonnan azonosított fertőzött Spanyolországból hurcolta magával a vírus delta variánsát Dániába. Ezt mutatják egy friss felmérés eredményei. A regisztrált új vírushordozók 8%-a Spanyolországban nyaralt, és szinte kivétel nélkül az indiai származású mutációval fertőződött meg. A fertőzöttek nagy része 30 év alatti fiatal. Dániában a 20 és 24 év közöttiek mindössze 2%-a kapta meg a védőoltás első dózisát. A koppenhágai kormány azonban továbbra sem vezetett be utazási korlátozásokat Spanyolországgal szemben. A fertőzés szám megugrott Spanyolországban, csak úgy, mint szerte Európában. Az azonban, hogy a külügyminisztérium nem tiltja a külföldi utazást, nem jelenti azt, hogy megfeledkezhetünk a józanészről, és azt hiszük, hogy nem fogunk megfertőződni. Sokan lesznek, akik igenis elkapják a vírust. Akár több százezer forinthoz is hozzájuthat egy alacsonyabb keresetű gyermekét egyedül nevelő szülő, amennyiben jövő év elején visszakapja az idén befizetett személyi jövedelemadóját. Erről beszélt az M1-en a Fiatal Családosok Klubjának elnöke. Király Nóra hangsúlyozta, a nemzeti konzultációban is szereplő intézkedés leginkább nem a három vagy több gyermekes családokat érinti, hanem az egy és két gyermekes szülőket, akik évközben csak a 10 vagy 20 ezer forintos adókedvezményt tudják érvényesíteni. Nemzeti konzultáció. Azt javasoljuk, hogy a gyermekeket nevelő szülők kapják vissza a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat 2022 elején. A kormány szerint az országot újraindítani és megerősíteni csak az emberekkel együtt lehetséges. Hangsúlyozta Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkár a Nemzeti Konzultáció 5. kérdése kapcsán a kormány YouTube csatornájára feltöltött videóban. A járvány időszakában a gyermekes családok viselték a legnagyobb terhet. A Nemzeti Konzultáció 5. kérdése arról szól, hogy amennyiben a gazdasági növekedés az 5,5% fölé emelkedik, akkor a gyermekeket nevelő szülők az átlagbér szintjéig kapják vissza a 2021-ben befizetett adójukat. Arra biztatok mindenkit, hogy erről is mondja el a véleményét. Hozzátette. A kormány célja, hogy a koronavírus járvány után Magyarország erős, versenyképes és válságálló legyen. Az elmúlt egy évben hatalmas teher került a családok vállára, kezdve azzal, hogy a digitális oktatás miatt a szülők kénytelenek voltak otthonról dolgozni, mellette ellátni a gyermekeket. Erős terhelés mellett és folyamatos bizonytalanságban kellett az elmúlt egy évben nevelniük a szülőknek a gyermekeiket. Így sokaknak nagy segítséget jelent, hogy jövőre akár több százezer forintot is visszakaphatnak, mondta a Fiatal Családosok Klubjának elnöke az M1-en. Király Nóra hangsúlyozta,
Ez az intézkedés nem a három vagy több gyermekes családokat érinti, hanem az egy és két gyermekes szülőket, akik évközben csak a 10 vagy 20 ezer forintos adókedvezményt tudták érvényesíteni. Január-februárban, amikor ugye látszik az, hogy egy édesanyja meg édesapa mennyi személyi jövedelem adót fizetett be 2021-es évben, január-februárban itt több százezer forintos visszatérítést kaphat, akár egy alacsonyabb keresetű gyermekét egyedül nevelő szülő is 100-200 vagy akár 300 ezer forintos visszatérítésre számíthat. Az intézkedés 1,4 millió háztartást érint, a kormány 550 milliárd forintot fizethet ki. Ön mit gondol erről? Töltse ki a nemzeti konzultációt és mondja el véleményét. A nemzeti konzultációban augusztus 25-ig lehet részt venni. A kérdőívek írásban és online formában is kitölthetők. A Fidesz szerint nincs olyan nemzeti konzultáció, amit a baloldal ne támadna meg. Hollik István azt mondta, Brüsszelből irányítják a migrációval és gyermekvédelemmel kapcsolatos támadásokat Magyarországgal szemben. Gyurcsány Ferencék pedig a brüsszeli utasításokat hajtják végre, amikor támadják a konzultációt. Hozzátette, ezzel a baloldal nem csak a kormánnyal, hanem a magyar emberek többségével is szembe kerül. Ezért is fontos, hogy a bennünket érintő legfontosabb kérdésekben állást foglaljunk a nemzeti konzultációban. Hogy ezzel is megüzenjük Brüsszelnek és az őket kiszolgáló hazai baloldalnak, hogy a saját sorsunkról, a gyermekeink jövőjéről nem dönthet senki más, csak mi. Hiába zsarolnak, hiába próbálnak fenyegetőzni, ebbe senkinek nem engedünk beleszólást a magyarokon kívül. A világ legkorszerűbb tüzérségi eszközeit és légvédelmi rendszereit kezelik majd azok a fiatal katonák, akik most fejezték be tanulmányaikat a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján. Közülük 18-an kiváló eredménnyel végeztek. Ünnepélyes eskütételükön a honvédelmi miniszter azt mondta, hogy a katonák képzettsége bármilyen magas színvonalú is, legfontosabb tulajdonságuk a hazaszeretet. A Magyar Honvédség csaknem 400 frissen végzett altiszt jelöltje sorakozott fel a Hősök terén szombat délelőtt, hogy előjáróik előtt családtagjaik jelenlétében esküt tegyenek. Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran a légierő díszelgő átrepüléssel köszöntötte az esküdtett altiszteket. Először egy nemzeti színű lobogóval díszített Mi-17-es és három Airbus helikopter, majd néhány másodperccel később a kecskeméti repülőbázis három Gripen vadászgépből álló köteléke húzott át kis magasságban a Hősök tere fölött. Az altisztek legfontosabb tulajdonsága a hazaszeretet, ezt már Benkő Tibor honvédelmi miniszter mondta az M1-nek. Legyen olyan identitása, hogy Magyarországért, a magyar emberekért, a magyarokért ő minden áldozatot meghoz. És a többi ez erre fog épülni. Tehát az, hogy kiválóan felkészült legyen, az, hogy a bajtársiasság szellemében éljen, az, hogy a technikai eszközeit kiválóan tudja kezelni, az, hogy minden feladatban alkalmazható legyen. Az altiszti eskü, ami egy életre szóló hitvallást önt szavakba, csak a család melletti elköteleződéshez hasonlítható. Erre gondolhatott Fodor Norbert Károly őrmester, amikor úgy döntött, hogy eskütétele alkalmából kéri meg barátnője kezét. Meg se tudok szólalni. Egy pillanat, kicsit sokkos állapotban vagyok. Ez ilyen nagy meglepetés. 7 éve vagyunk együtt. Éppen úgy éreztem, hogy itt az ideje, megkérem a szerelmemnek a kezét. Az újdonsült menyasszonynak és vőlegénynek a honvédelmi miniszter is gratulált. Benkő Tibor azt mondta nekik, hogy a szeretet és az együvé tartozás minden nehézségen átsegíti az embert, így a katonát is. A magyarok szabadság szeretetét az állandó külső kényszerekkel való szembenállás motiválja. Erről az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke beszélt a gombaszögi nyári táborban. Németh Zsolt szerint uniós szinten kell hangot adni a hagyományos keresztény-konzervatív értékeknek, a visegrádi régió legfontosabb együttműködési lehetőségének pedig a gyakorlatias építkezést tartja. Meggyőződésem szerint vagyunk néhányan, akik azt gondoljuk, hogy mi közép-európai népek nem egymásnak az ellenségei vagyunk, hanem érdekeltek vagyunk egymásnak a sikerében.
és ez az alapja a V4-es együttműködésnek. Menjen jól minden közép-európai országnak, és az a mi javunkat is szolgálni fogja. Az MSZP szerint a 2010 előtt alkalmazott úgynevezett svájci indexálás szerint kellene emelni a nyugdíjakat. Koros Lajos azt mondta, ez a jelenlegi infláció követő nyugdíjemeléssel szemben 50%-ban az inflációt, 50%-ban pedig a nettó bérnövekedés mértékét venni figyelembe az éves nyugdíjemelés kiszámításánál. Az MSZP nyugdíjemelés kiszámítási technikájával, ahol visszatérnénk a svájci indexálásra, a nyugdíjasok nagyon nagy többsége sokkal, de sokkal jobban járna, mint az infláció követő nyugdíjemeléssel. Az LMP szerint országossá kellene bővíteni a budapesti antitestszint szűrő programot. Kanász Nagy Máté azt mondta, a kormánynak emellett újabb lépéseket kellene tennie az átoltottság bővítésére. Mindenki oltassa be magát, minden felnőtt oltassa be magát Magyarországon. Még mindig nagyon sokan vannak, akik ezt nem tették meg, közel 2,5 millió felnőtt. Nem csak hétköznapokon napközben, hanem késő este is dugóban állnak az autósok a szinte egy időben indított felújítások miatt a főváros egyes részein, erről írt az Origo. Karácsony Gergely főpolgármester az M1 kérdésére azt kérte az autósoktól, örüljenek, hogy a főváros fejlődik és legyenek türelmesek. Késő este is elviselhetetlen a dugó a Blaha-Lujza térnél Karácsony Gergely lezárásai miatt. Ezzel a címmel jelent meg péntek késő este cikk az Origón. A hírportál egy olvasó által beküldött két fotó mutatja be, hogy már nem csak napközben, hanem késő este is lehetetlen közlekedni Budapesten az útfeltúrások miatt. A hétköznapokon túl szombaton is feltorlódott kocsisor jellemezte a Blaha-Lujza teret. A tér felújításának első üteme, amely forgalomkorlátozásokkal is jár, várhatóan 10-12 hétig tart. Vagyis szeptemberben az iskolakezdés idején is hasonló lesz a helyzet. Ahogy már hetek óta ezt tapasztalhatják a városban közlekedők. Ezen érhető a város, ez a mindenhol dugó van. Az autósok szerint elviselhetetlen, ami a fővárosban van. Kicsit jobban át kellett volna szervezni a dolgot, nem mindent egyszerre lezárni és egyszerre felújítani mindenhol. Végig áll a sor, ez kicsit átgondolatlan ez az egész lezárás már megint. Csak ész nélkül lehet itt csinálni. Karácsony Gergely főpolgármester hosszas halogatás után szinte egyszerre indított el több nagy beruházást a belvárosban, ezért több forgalmas csomópontot is lezártak. Június elején a pesti alsórakpart egy részét, június 16-án a Lánchidat és hétfőtől a Blaha-Lujza teret is lezárták, a Rákóczi úton pedig egy sávot el is vettek az autósoktól. De ezeken kívül is számos olyan lezárás van, ami megbénítja a forgalmat. Akkor esetleg menjen gyalog. Karácsony Gergely néhány hete még azt ajánlotta a dugóban veszteglő autósoknak, hogy szálljanak ki a kocsiból, és menjenek gyalog. Pénteken már az M1 kérdésére arra kérte a fővárosiakat, örüljenek a fejlődésnek. Arra kérem a budapestieket, hogy örüljenek annak, hogy a város fejlődik, és legyenek türelmesek azzal kapcsolatosan, hogy ennek nekik is ez bizonyos áldozatokkal jár. A főpolgármester nem csak az útfelújításokat tartja felelősnek a dugókért, hanem egyfajta új elemként a járvány is bekerült az okok közé. Karácsony Gergely szerint a járvány miatt többen ülnek autóba, és kevesebben használják a tömegközlekedést. Ennek is köze lehet a torlódásokhoz. Kirabolt egy prostituáltat egy korábban emberölésért és 12 éven aluli gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt is elítélt palesztin férfi Budapesten múlt vasárnap. A Magyarországon építészmérnökként dolgozó 51 éves férfi, aki 2017-ben szabadult legutóbbi börtönbüntetéséből, a gyanú szerint késsel fenyegette, majd rátámadt és elvette a pénzét annak a nőnek, aki előzőleg szexuális szolgáltatást nyújtott neki. A nőnek dulakodás közben sikerült kijutnia a Huszár utcai lakásból és értesítette a rendőrséget. A palesztin férfit még aznap elfogták, a bíróság pedig letartóztatta. A kerületi ügyészség a bűncselekmény tárgyi súlya, az elkövetés jellege, valamint a gyanúsított előélete és életmódja miatt a letartóztatásra tett indítványt, amivel a bíróság egyetértett és a külföldi férfi letartóztatását elrendelte.
Tűzütött ki reggel az egyik hajdúszoboszlói szálloda wellness részlegén. A lángok akkor csaptak fel, amikor bekapcsolták a szaunát. A hajdúszoboszlói és debreceni tűzoltóknak sikerült megfékezni a lángokat. A wellness részlegen viszont hatalmas a kár. A tűz során nem sérült meg senki. Még vizsgálják, hogy mitől csaphattak fel a lángok. A héten elkezdték szüretelni a hazai görögdinnyét. Az elmúlt napok tapasztalatai alapján a vásárlók alig várták már, hogy a boltokban, a piacokon hozzájussanak. A kereskedők szerint is veszik-viszik nagy számban. Ez nem is meglepő, mivel sokak szerint évek óta nem volt ilyen finom, zamatos a magyar dinnye, mint most. Folyamatosan szedik és pakolják a dinnyét a viharsarokban. Kis csúszással, de itt már elkezdődött a magyar gyümölcs szürete. Olyan mennyiségben tudnak szedni most már a termelők, hogy az áruházláncokat és a belföldi piacot, a szabad piacot ugye ellássák. Ilyen hangot ad, és így néz ki a finom édes magyar görögdinnye, amit akár már három gombóc fagyi áráért is meg tudunk venni a piacokon. Nézzük meg, ez jó lesz neked? Egyed Enikő, ha csak teheti, magyar dinnyét vásárol, így aztán alig várta már, hogy az olasz és a spanyol után végre a hazai gyümölcs is ott legyen a pultokon. Nagyon vártam már, hogy újra itt legyen a dinnye szezon, de természetesen a magyar az igazi. A legtöbb árus külön jelzi is, hogy az általa kínált dinnye hazai. Idén különösen nagy a kereslet rá, hát a nagy melegbe mindig divat a jó hideg dinnye, emiatt pedig a vásárlók is szívesen nyúlnak ehhez a gyümölcshöz. Bár a termőterület csökkent az idén, a termelt mennyiség nem. 150-160 ezer tonna termésre számíthatnak a gazdák. Ennek több mint kétharmadát itthon, egyharmadát külföldön fogyasztják majd el. Különleges évjárat a mostani. Májusban és június elején, amikor meglehetősen hűvös volt az időjárás, félő volt, hogy ez majd a minőséget is befolyásolja. Ám aztán jött a meleg, egész pontosan jöttek a meleg éjszakák, amik nagyon jót tettek a gyümölcsnek. Az elmúlt évek legjobb, legzamatosabb dinnyét szüretelhetik le a termelők. A magyar dinnyét azért érdemes fogyasztani, egyrészt azért, mert friss, másrészt azért, mert nagyon fontos vitaminokat, ásványi anyagot, egyebet tartalmaz, és a vízháztartásunk szempontjából talán az egyik legjobb növényünk, és miután a savcukor aránya különleges, így az aromája is nagyon jó. Bár a dinnyetermesztés költségei is növekedtek, ahogy a munkabérek is, de a magyarok által leginkább kedvelt gyümölcs ára a termelők szerint jóval fogyasztóbarátibb lesz, mint más finomságoké. Most többnyire 300 forint körül adják kilóját, de a kereskedők szerint hamarosan akár 50 forinttal is csökkenhet az ára. Nyílt nappal ünnepelték az első magyar vasútvonal megnyitásának 175. évfordulóját. A vasúttörténeti parkban családi nap keretében mutatták be a legrégebbi és legújabb technológiával készült mozdonykocsikat is. A rendezvényre voltak, akik vidékről érkeztek, csak hogy belülről is láthassák az év végén induló vasútvillamost, amely Szeged és Hódmezővásárhely között jár majd. Óriási gőzmozdonyok testközelből működés közben. Idén 175 éves a magyar vonatozás, ezért a fővárosi vasúttörténeti parkban ehhez méltó nyílt napot tartottak az érdeklődőknek. Fiatalok, idősek egyaránt érkeztek a családi rendezvényre. Izgalmas, meg szeretem a vonatokat. A szerencsésebbek még azt is láthatták, ahogy a gőzmozdonyt felkészítik a működésre. Még meg is kérdeztem, hogy milyen szénkebbel adhatta, hogy barna, meg fekete szénkeverék. Továbbá érdeklődtem, hogy mennyi gőz kell, illetve ahhoz, hogy elinduljon a gőztermelés, az mennyi szén kell, hát az olyan minimum egy mázsa. Na most ugye ez több száz kilométert megtett, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy mennyi szelet kellett a szerkocsiba berakni, hogy odaérjen meg vissza. Volt, aki vidékről utazott fel, hogy az egyik legújabb vasúti modellt láthassa, de az édesapa azt mondja, nem csak ő, hanem kisfia is rajong a vonatokért. Ez egy érdekes jármű, hiszen Szeged mellett lakunk, úgyhogy ezt majd élesben is ki fogjuk tudni próbálni, úgyhogy de most legalább megnéztük. Az úgynevezett tramtrainről van szó, ami a tervek szerint év végétől szállítja az utasokat Szeged és Hódmezővásárhely között. A MÁV ZRT vezérigazgatója szerint a társaság egyik legfontosabb fejlesztési iránya, hogy egy tisztább és élhetőbb környezetben éljünk, ehhez pedig az ilyen közlekedési újítások elengedhetetlenek. Ezért is vagyunk itt a vasúttörténeti parkban, ahol tudunk szembesülni azokkal az értékekkel, amit a múltban hoztunk létre, de itt van a jövő is.
Most egy egyszeri alkalommal meg lehet tekinteni a tramtrént, vagy vasútvillamost, vagy vasvillát, ahogy ezt most már így a közlekedési szleng nevezi, hogy egy egészen új közlekedési formaként fog ez megjelenni, és a kötött pályán fog üzemelni, hogy a két város helyi közlekedési hálózatát fog összekötni egy nagyvasúti rendszeren keresztül, ugye Hódmezővásár és Szeged között, ez reményeink szerint már évvégén üzemelni fog. A járműfejlesztés mellett nagy hangsúlyt kap a pályaudvarok felújítása is. Vasárnaptól megnyílik a nyugati pályaudvar az átfogó felújítás után, aminek köszönhetően egy sokkal modernebb és korszerűbb pályaudvarral találkozhatnak az utasok. A vasúttársaság a saját dolgozóira is gondol. A tervek szerint a következő 3 évben lépcsőzetes bérfejlesztés lesz, mondta el Juhász Roland, vagyongazdálkodásért felelős államtitkár. Elismerve az elmúlt időszak eredményeit, a kormány lehetővé tette a MÁV Volán csoportnál, hogy 3 éves bérmegállapodás megkötésére kerüljön sor. Ennek értelmében 2021. július 1-től 3 év alatt összesen 15%-kal fog a munkavállalók alapbére emelkedni. Ehhez a kormány összesen 96,5 milliárd forintot biztosít. Az első magyar vasútvonal 175 éve 1846. július 15-én nyílt meg Pest és Vác között. Egyre többen választják az Alföldet úti célként. Átlagosan egy hosszú hétvégényi időt töltöttek el itt, elsősorban Szegeden, Mórahalman és Makón. A turizmusban dolgozók bizakodóak, Szegeden és környékén idén-nyáron is jó szezonra számítanak. Ehhez a budapesti családhoz hasonlóan sokan választják pihenésükhöz a szerb határ közelében található Mórahalom gyógyfürdőjét. Azt mondják, már évek óta járnak ide nyaralni. Már 3 éve járunk ide, egy környező hotelba szállunk meg. Nagyon tetszik maga ott a szolgáltatás is, és itt a strand is. Mind a wellness részleg, a gyerek részleg, meg a kinti medencék. A forgalma mostanra már eléri a pandémia előtti időszakot is. Hétköznaponként 1000, hétvégenként napi akár 3000 látogató is érkezik ide. A gyermekek részére is vannak megfelelő medencék, gyermekjátszóházak, illetve animátorok is szoktak a gyerekekkel foglalkozni. Ha van igazság, menjünk erre, és valahol ki legyen jobbra egy jót, ha megtaláljuk egyáltalán. Ez már Kis Zombor, ahol aktív kikapcsolódással várják a turistákat. A Kukorica útvesztőben 5 hektáros területen kell megtalálni a kiutat. Mi egészen Romániából utaztunk ide, hogy megnézzük, hogy milyen is egy ilyen kukorica labirintus. Hát igazából nagyon szeretjük a labirintusokat, ez ilyen feladványokat megoldani, és akkor kíváncsiak voltunk, hogy meg tudjuk-e oldani. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ statisztikái szerint egyre többen választják az Alföldet úti célként. Átlagosan egy hosszú hétvégényi időt töltenek el itt, elsősorban Szegeden, Mórahalmon és Makón. Szeged mellett a térség attrakciói is egyre népszerűbbé válnak, és ez a statisztikákban is jól látható, hogy már a térség településeinek a statisztikai adata is egyre inkább növekszenek. Az idei nyáron is hasonló eredményekre számítanak, hiszen Szeged és térségének népszerűsége továbbra is töretlen.